Na, nem sokára indulunk. Na, megyünk el. Na, hova megyünk? Füzéradvány. Füzéradványba, kastélyba. Kicsit bepakoltunk, nézzétek. Ligel támogatunk. Yeah! Úgyhogy hát ennyi cuccot viszünk. Indulhatunk? És mehetünk. Ott találkozunk lent. Sziasztok! Megérkeztünk a füzéradványi kastélyhoz. Szeres Mónika vagyok, Nyíregyházáról a Mona Lisa esküvői ruhaszalonnak a tulajdonosa. A Mona Lisa immáron a 29. évét kezdi Nyíregyházán, tehát jó sok múlt van, és sok mennyasszony van, sok boldog mennyasszony van már mögöttünk. Igen, most tematika az volt a mennyasszonyi ruhával kapcsolatban, úgy válogattam össze, hogy a fő irányvonalak, természetesen a labdaszoknyák, mint például ez az első ruha és a nagy körszoknyás ruha. Kastélyban vagyunk, tehát a kastélyhoz nagyon illik a fotózáshoz, és egyébként is esküvő helyszínekre a nagyobb szoknyák. De aki nem tudja magának elképzelni a nagy szoknyát a nagy terebélyes uszályokkal, akkor szívesen ajánljuk a sellőruhákat, ez mindenféle formában. Ez következő nagyon érdekes, ami kombinált fazonú mennyasszonyi ruha. Ő például ugye hosszújú, sokan félnek attól, hogy mondjuk nyáron hosszújú ruha, de ezek nagyon finom, rugalmas tüllanyagokra vannak rádolgozva a csipkék, tehát persze nyáron 40 fokban minden melegít, de egyébként nem jellemző rá, hogy ettől lesz meleg a mennyasszonyoknak, inkább az adrenalintól. Mindegyik ruhánk például, ugye amerikai, ausztrál ruhákat forgalmazunk elsősorban, és az amerikai tervezők közül is nagyon nagy neveket, a Morillia, Nora Nabiano, az Essential, a Blani, a Madeline Gardner, től és még számtalan más tervezőtől vannak a ruháink, de lényeg az, hogy mind az ultra jó minőség, ez mindig ragaszkodtam az elmúlt 29 év alatt, bármi is történt a világban, egyhez kell ragaszkodni a minőségi ruhához. 200 négyzetméteren várjuk a mennyasszonyokat, vőlegényeket, és nagyon fontos az időpontkérés, mert szalonszerűen csak egy családdal foglalkozunk egy időben. Emőrdről érkeztem, mennyasszonyi csokrokkal készültem, és vőlegénykitűzővel. Általában esküvő dekorációval foglalkozok, mennyasszonyi csokrokkal, kicsit bohémabb, szerteágazó kis laza csokrokat készítek, de közkedvelt ez a kicsit tömöttebb kereket csokor, ami illatos is. Megtalálható benne a frézia, a tolbuga, eukaliptusz, rózsák, a nagyon közkedvelt magnóliának a virágja. Hát mostanában igazából a Printeres világa, egy virágkötő rébáma. Azokat a csokrokat hozzák, ami minden virágkötőnek egy kis nehézséget okoz, mert ugyanolyan csokor soha nem lesz. Mindenki más anyaggal dolgozik, ezáltal kicsit nehezebb dolgunk van, de mindent megoldunk. Egyébként a kastélyhoz egy gyönyörű természetvédelmi arborétum tartozik. És egy gyönyörű telepített fenyőerdő, amit ott láthatunk. Van még hozzá egy tó is, az itt van lejjebb. Ott lent látható, azon a kis részen. We'll be right back.
Hegyes Kitti vagyok, igazából a The Flower Bar megálmodója. Hát a csapat egy szűk része, őt Váradi Ildikónak hívják, ő a sógornőm Hegyes Lívia, és igazából még sorolhatnám, mert nagyon sokan vagyunk, mert ez egy abszolút családi vállalkozásnak indult. Én 9 éves voltam, amikor belekerültem ebbe az iparágba. Édesanyámnak volt egy virágüzlete, és mi valami nagyobbat szerettünk volna megálmodni. Azt gondoltam, hogy a virág az egy olyan energia, ami mindig jót hordoz, tehát hozzátartozik a születéshez, és igazából elkíséri az életünket. A vállalkozásunk nagyon családias, nagyon sokan vagyunk benne, nagyon sokat dolgozunk együtt, jókat nevetünk, és igazából nem is munka ez, hanem egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, igen. Már most két virágüzlettel rendelkezünk, van egy vidéki kisboltunk, ami annak idején a Vintage Cottage nevet voltak, ebből nőtte ki magát a The Flower Bar. A nyíregyi boltunkban hát csokrokat, kiszállítás, esküvő, dekor, babaváró, tehát igazából már mindent lefed a virág, tehát szélsőséges palettán mozgunk. Kornál vagyok, ő pedig a Húgom Reskúr Zsanna, és mi vagyunk az édes illat megálmodói. Hát, nekünk is gyerekkorunkból jött ez az egész tortázás, ebben nőttünk fel igazából, és hát nem pont a tortákban, de a vendéglátásban. És így álmodtuk meg, vagy legalábbis először én, aztán pedig követett a Húgom is. 2 éve, 2020-ban kezdtünk, 2020 nyarán, most leszünk nyáron 2 évesek.